Sziasztok, Bebe vagyok, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit újra itt a csatornámon. Ebben a mai videóban egy torta összeállítását, valamint díszítését fogom megmutatni nektek. Ezt a tortát még a bátyám 30. születésnapjára készítettem össze. Belül egy nagyon kellemes, puha, mákos piskóta található, lemon curd, egy kis cheddar zselé, valamint nagyon könnyed, finom túrókrém, tehát egyáltalán nem édes, nagyon kellemes, finom kis torta lett. Egy teljesen egyszerű, letisztult dizájnt kapott ez a torta. Tetején található egy kis rajz, amin a 30-as lelöki a hegyről a 29-est. Hogyha kíváncsiak vagytok, hogy hogyan készült ez a torta, akkor feltétlenül tartsatok velem! A tortához azt a mákos piskótát használtam fel, amit már egy előző videóban bemutattam, úgyhogy itt a videó leírásában megtaláljátok a linket hozzá, nagyon finom, puha, abszolút kedvencünk lett, és pontosan ezt használtam fel, amit a videóban bemutattam. Most elkészítem a lemon curdöt, tehát ezt a főzött citromkrémet, most egy picit más módon, mint eddig. Amire szükségünk lesz 2 egész tojás, 2 bio citrom reszelt héja, 1 deci citromlé, 90 g vaj, 90 g cukor, valamint 5 g keményítő, ezekre lesz szükségünk. Elveszek pár kanálnyit a citromléből, ezzel fogom csomómentesre keverni először is ezt a kukorica keményítőt, majd melegíteni kezdek egy edényben vizet, egy tálat fogok fölé helyezni, úgyhogy figyelnünk kell, hogy illeszkedjen rá, és ne érjen majd a vízbe a tál. Beleteszem a cukrot, a vajat, a 2 egész tojást, belereszelem a bio citrom héját, valamint hozzáadom a megmaradt citromlét. Ezt most gőz fölött elkezdem melegíteni, folyamatosan kevergetem, megolvad benne a vaj, majd amikor már jó forró, hozzáadom a keményítős citromlés keveréket, és ezzel fogom szép sűrűre főzni. A lemon curd elkészült, ezt most leszűröm, és egy üvegedényben hagyom teljesen kihűlni. A teljesen kihűlt piskótát 3-3 szép szabályos lapba vágtam, de úgy gondoltam, hogy túlságosan magas lesz így a torta, így az egyik lapot végül nem használtam fel. Most elkészítjük ezt a nagyon finom, krémes, savanykás szedres tölteléket. 180 g fagyasztott szederpürével dolgoztam, 80 g kristálycukrot, valamint 10 g pektint adtam hozzá. Ez a pektin mennyiség viszonylag sok ehhez a mennyiséghez, de így viszonylag masszív és ilyen kellemes állagú lett a töltelék. A szederpürét egy kisebb lábasban melegíteni kezdem, amikor már jó forró, hozzáadom a kristálycukorral elkevert pektint, és folyamatos kevergetés mellett 1-2 percen keresztül főzöm. Ezután átöntöm egy másik edénybe, és hagyom teljesen kihűlni. Most elkészítem a krémet, ami egy nagyon finom mascarpone-s krémtúrós tejszínes krém lesz. Ehhez szükségünk lesz fél liter állati habtejszínre, 300 g mascarpone-ra, 200 g porcukorra, valamint 400 g krémes tehéntúróra. Először is a jó hideg tejszínt a szintén lehűtött mascarpone-val kihabosítom, ezután pedig hozzáadom a porcukrot, valamint a szintén hideg, krémes túrót. Pár mozdulattal összekeverem, jöhet hozzá egy kis reszelt citromhéj vagy vanília kivonat, lehet ízesíteni ezekkel, de akár el is hagyható. Elkészült a szép masszív krémünk, és ahogy látjátok, a töltelékek is nagyon jó sűrű állagot kaptak. Nincs más dolgunk, mint betölteni ezt a tortát. A krém egy részét habzsákba töltöm, ezzel fogok egy kis keretet adni a töltelékeknek, nehogy véletlenül kifolyjanak, vagy majd a vajkrémezésnél gondot okozzanak. Tehát előveszek egy jó magas tortakarikát, teszek bele vaxpapírt is, szeretek azzal dolgozni, és a videón látható módon rétegzem. Jöhet először egy piskóta, egy kis krémet elkenek, készítek egy kis szegét, ebbe jöhet egy adag lemon curd, majd rá megint egy piskóta, és a következőt pedig ezzel a főzött szedres pürével fogom tölteni. Az egyik szedres résszel zártam végül, de egyébként lényegtelen a sorrend. Szerintem szépen mutat majd így a torta felvágásánál, hogy váltakoznak ezek az ízek és színek. Zárom az utolsó piskótalappal, ami mindig az egyik piskótának az alsó része, tehát így gyönyörű egyenes lesz majd a felület, és egy kis folpakkal borítom az egészet, mehet a hűtőbe legalább egy éjszakára, 6-7 órára. Másnap óvatosan eltávolítom ezt a magas karikát, valamint a vaxpapírt, és jöhet a burkolás.
A tortát most egy egészen új burkolókrémmel burkoltam, amiről most még nem szeretnék részletesebben beszélni. Annyi a lényeg, hogy sok-sok fehér csokit és egy kis kakaóvajat is tartalmaz. Itt viszonylag sok kakaóvaj volt, így nagyon gyorsan dermedt. Láthatjátok, hogy szinte folyik a krém, tehát nem egy habos hófehér krémünk van, hanem inkább egy ilyen gánázs jellegű. Nagyon-nagyon jó volt vele dolgozni, és elképesztően finom. Ezzel a krémmel sokat fogok még kísérletezni, úgy gondolom, és hogyha megvan a végleges változat, akkor természetesen veletek is megosztom. Annyi a nagy előnye, hogy nagyon szépen, vékonyan lehet dolgozni vele, elképesztően finom, hiszen majdnem teljes mértékben fehér csokoládéból készül, van benne még egy kis vaj, egy kis kakaóvaj, meg még egy-két ilyen extrább hozzávaló, na de ez majd a jövő zenéje, most itt egyenlőre ez egy ilyen teszt üzemmód volt, nagyon bejött nekünk, úgyhogy ezt gyakran fogom használni. Itt a kakaóvaj adagolásán szeretnék még egy kicsit variálni, mert azért valljuk be, nem egy olcsó hozzávaló, nem is olyan könnyű hozzájutni, úgyhogy mindenképpen egy kis átalakítást igényel még ez a recept. Így a simításnál a vége felé még itt-ott egy kis fekete ételfestéket felvittem, így ilyen érdekes, csíkos, betonhatású lett ez a torta, nekem nagyon tetszett. A torta tetejére kinyújtottam egy darabka fondant, keményítőn, ezt körbevágtam egy olló segítségével, majd bevizeztem a tetejét, és így rátapasztottam egyszerűen ezt a kivágott karikát, és erre rajzoltam, lényegében mint egy vászon funkcionál a torta tetején. Először is egy fraktál ételfesték tollal körbe rajzoltam, egy ilyen kis keretet adtam a rajznak, majd megrajzoltam ezeket a kis figurákat. Ezután a rajzot egy puha ecset segítségével véglegesítettem, sima fraktál ételfesték gélt oldottam egy kevés vodkában, ami nagyon jól oldja a festéket, aztán azonnal elpárolok, szuper ezzel együtt dolgozni, úgyhogy így pár perc alatt el is készült a dekoráció. A megmaradt kinyújtott fondamból még néhány ilyen kis formát szaggattam, ezeket egyszerűen felvittem a torta oldalára, egy kis kontrasztot adva ezzel neki, valamint még néhány dekorcukor is felkerült a torta oldalára. Ezzel el is készült a bátyám szülinapi tortája, ami nagyon-nagyon ízlett az egész családunknak, hiszen egy finom, könnyed, nem túl édes tortáról van szó. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hasznosnak találtátok akár az ízösszeállítás vagy a díszítés szempontjából. Ha tetszett, akkor el ne felejtsétek lájkolni és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. További szép napot és sok sikert kívánok nektek, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!